Mi úgy próbáljuk a hazai kis és középvállalkozásokat támogatni, hogy az adó és járulék terheiket csökkentsük. Tehát mindenki sokkal szívesebben foglalkoztatna több alkalmazottat, hogyha ki tudná termelni, és a lehetőségei ezt megteremtenék. Szélkerék meglepő helyszínen, Adi város egyik központi helyén. A Jólét és Szabadság Demokrata Közösség így demonstrálta azt, hogy sokkal jobban kihasználná Magyarországon a megújuló energiaforrásokat. A szél, a víz és a napenergia ugyanis kéznél van, és hatékonyan ki lehetne használni. Például úgy, hogy a panelházak tetejére nem pont ilyen, de hasonló mini szélerőművet állítanának. Mindezt állami támogatással a lakóközösségek fizetnék, de rövid időn belül megtérülne a befektetés. A 10 emeletes házak tetején levő szélviszonyokat szeretném kihasználni, függőleges tengelyű axiális szélkerekek telepítésével a lakóközösségekkel közösen, és szeretném, hogyha a lakóközösségek villamosenergia, fűtés, melegvíz és nyáron a klimatizálásnak az energiaellátását meg tudnák helyben termelni, nagy részét legalább. A YES másik győri jelöltje a fiatalokat hozná helyzetbe, például úgy, hogy a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó fejlesztések megvalósításával hazai kis és középvállalkozásokat bízna meg. Jánbor Zoltán szerint így jóval kevesebb magyar fiatal kényszerülne munkalehetőség hiányában külföldre. A hazai kis és középvállalkozások olyan szintén tudnának bekapcsolódni ebbe az elképzelésbe, hogy ezt hazai kivitelezéssel és hazai technológiával valósítanánk meg. Itthon adott a technológia, itthon adott a szakembergárda, tehát mindez megvalósítható, csak a megfelelő központi jogszabályokat kellene módosítani, illetve az adóterheket oly mértékben csökkenteni, hogy ez megvalósítható lehessen. A pár csütörtöki tájékoztatóján bejelentették, hogy a YES folytatja kampányát, hiszen a jövő vasárnapi választásig minél több győrit szeretnének megszólítani programjukkal. Céljuk pedig továbbra is az, hogy a Jólét és Szabadság komoly tényező legyen az új magyar parlamentben.